a vadak téli etetése elengedhetetlen azokban a hónapokban, amikor a természetben kevesebb élelmet találnak az állatok. A vadásztársaságoknak, így a Pejrét Vadásztársaságnak is ez az egyik legfontosabb feladata, fogalmazott Pauló Mátyás vadőr. A társaság mindegy 9000 hektáros területén 37 nagy vadetető és 67 apró vadetető van a madarak számára. A vadőr elmondta, egy átlagos télen több száz mázsa élelmet helyeznek ki ezekbe, cukorrépából több mint 200 mázsát, kukoricából 100-150 mázsát, apró magvakból közel 200 mázsát és mintegy 3-400 kisbálás szénát. Ezeket rendszeresen ellenőrizzük utána ezeket a feltöltött etetőket, és ahogy a vad fogyasztja, látjuk a fogyást, akkor mindig pótoljuk utána ezt. Egész télen csináljuk folyamatosan. Most egyelőre elég enyhe telek voltak, tehát ez annyira nem volt kérdés, de amikor lehavazik, 15-20 centis hó réteg van, és le van fagyva, akkor a vad szívesen felkeresi ezeket, és szinte itt tartózkodik a környékén pár száz méterre, és ebből szívesen fogyaszt, és itt fekszik le pihenni is napközben. A már az ősz végén megkezdett vadetetést folyamatosan kell végezni tavaszig, hangsúlyozta Pauló Mátyás. Az állatok számítanak az élelemre, és az is előfordulhat, hogy az utolsó erejüket összeszedve mennek a jól ismert etetőhelyre. A vadőr elmondta, az állatok folyadékpótlásáról viszont nem kell télen gondoskodni. Bőven van csapadék, vannak csatornák, vannak árkok, különböző kocsinyomok, ezekben van annyi csapadék, hogy egyébként a télen az állatok sokkal kevesebb folyadékot fogyasztanak, mint a nyári időszakban. Például a nyúlnak elég, ha csak ilyen különböző gyökér, gumós takarmányokban megtalálják a megfelelő folyadékmennyiséget, mint takarmányrépa, cukorrépa. A madarak képesek a havat is csipegetni. A Pejrét Vadásztársaság szakemberei sokat tesznek azért, hogy a vadállomány átvészelje tavaszig a téli hónapokat, egyensúlyt teremtve ezzel ember és természet között.